Sziasztok! Sok szeretettel köszöntelek benneteket a mai napon a csatornámon. Elhoztam nektek a Weight Tarot kártyáimat. A legközelebbi kihívást átlépjük. Nézzünk bele a lélektárs kapcsolatba. Mit üzennek neked most a mai napon a kártyák? Mit kell, hogy tudjál? Nagyon köszönöm. Szóval azra figyelmeztetnek a kártyák, hogy légy még egy kicsit türelmes, türelemre figyelmeztetnek tégedet. No, nézzünk bele ebbe a kártyákba, és rakjuk most ki a lapokat, összekeverjük persze, hogy mit is üzennek most te neked. Ami kiesett, ezt mind kirakjuk most te neked. Nézzünk bele. Nézzünk bele. És nézzétek, pont 32 lap esett ki. Mit üzennek ezek a kártyák te neked? Azt üzenik, hogy türelemre van még egy kis szükséged. Lehet, hogy gondolatban úgy érzed, hogy teljesen a földön vagy, hogy teljesen olyan fáradt vagy, hogy teljesen csalódtál, hogy teljesen vesztettél. Pedig nem vesztettél valójában, mert nézd, itt vannak a lehetőségek, hogy megteremts valamit az életedben, hogy valamit létrehozzál a szerelemben. Itt vannak az angyalok is, segítenek tégedet, szóval ez fentről jön, itt vannak az angyalok, a 14-es, mint ahogy látod, minden a mértékben megjön, akkor, amikor eljön az ideje. Tartsál ki ezt mellett. Na most ez az botok ötös, az azt szimbolizálja, hogy lehet, hogy valami belső konflikt van te benned, vagy ezzel a kapcsolatban levő konflikt ott van te veled, lakozik. És az kell tényleg, hogy megteremtsed magadnak, hogy elérd ezt, a 10 érmék, 10-esét, ez azt szimbolizálja, hogy minden meglegyen, minden pontos időben meglegyen, hogy te jól érezd magad, hogy te stabilitásban legyél, ezt mindent meg tudod magadnak teremteni. És azt kell, hogy elérd, hogy önmagadnak megadd ezt a kejhet, szóval, hogy szeresd önmagadat, hogy ismerd fel magadban az értékedet, az érzésedet, és szabadulj fel ettől a függőségtől, hogyha attól függsz, hogy mit mondanak a külső emberek, vagy hogy reagálnak rád az emberek, akkor még belső konfliktusra utal ez a kártya, és teljesen fel kell, hogy szabadíts magad ettől a függőségtől, és teljesen erőt vegyél önmagadon. Az a legfontosabb, hogy teljesen erőt vegyél önmagadon. Hogy fog ez tovább alakulni? Hát én úgy látom tényleg, úgy látom itten, hogy hát igen, ki kell, hogy álljál önmagad mellett, hogy ezt megbeszéld valakinek, hogy légy bátor, és első lépést is megtegyed. Úgy látom a régi szerelmeddel kapcsolatban, hogy engedd meg ezt az érzést, ezt a régi szerelmet,
és hagyjad, hogy spontán alakuljon minden az életedben. Úgy látom, hogy spontán alakuljon valami, és hogy habár még úgy érzed, hogy most teljesen tehetetlen vagy, de nem vagy tehetetlen, mert itt vannak a csillagok, és a csillagok vezetnek tégedet. Ez egy nyugodtabb irányba vezet téged, ez az egész élet. Szóval, hogy egy szebb jövő várt rád, mint eddig, hogy nem kell, hogy most már idegeskedj, nem kell, hogy aggódjál, hogy minden jobb lesz. Itt van a kelyhek királynője, az azt jelenti, hogy add magadnak ezt a kelyhet, szeresd önmagad, nyisd ki a szívedet, és hogy akkor uralkodj az érzéseiden, engedd ezt meg magadnak, hogy ne félj tőlük, hanem engedd meg, tiszteld le magaddal. És na, most azt látom a következő őben, azt látom tényleg, hogy itt van ez a 10 botok, azok azt szimbolizálják tényleg ez a 10 botok, hogy egy nagyon nagy változás előtt állsz most jelenleg. Hogy ez nagyon nagy kihívás neked, szóval ez egy nagy kihívás neked, és ez egy nagy feladat, de itt van a sorsdöntő kerék, szóval a sorskereke, az azt jelenti, hogy minden be fog indulni. És ezt én már látom is, hogy nagyon is beindul, hogyha te teljesen tüzes energiával beindítod ezt a folyamatot, hogyha itt megindulsz, az egész világ itt van előtted. Szóval, hogy ne félj tőle, az egész világ itt van előtted, bókot fogsz kapni, üzenetet fogsz kapni, nyugodj egy kicsit és pihenj, azt üzenik a kártyák. Ne gondolkodj rajta, hogy mi lesz a kehelybe. Fogadd el, amit kapsz, azt fogadd be. És engedd meg, hogyha nem is tudod, hogy mi vár rád, ha bár eddig már itt mindened megvolt, hogy új irányokba tudjál menni, azt üzenik ezek a kártyák. Hogy is alakul ez tovább közöttetek? Itt van egyesültök, a siker, hosszú téren látva, itt van a főpapnő, az azt szimbolizálja, átlépitek mind a ketten ezt a nagy kihívást, megoldjátok. Lesz rá lehetőség, hogy megteremtsétek. Lesz rá lehetőség, te legyél a királynő, a kardok királynőre. Tisztázd ezt ővele teljesen le. Transformáció, ez a nehézség, el tudjátok engedni egy az egyben mind a ketten. Hát ez az üzenet, nagyon jó üzenet, a következő lépésen átmentek, ezt a kihívást megoldjátok, remélem megtaláltad magad, ha megtaláltad, nagyon örülök neked, sok szeretettel búcsúzok tőletek, legyen csodaszép napotok, legközelebbig találkozunk, sziasztok, Valéria!